A 2014-es John Wick ismét eszünkbe juttatta, miért volt Keanu Reeves a 90-es évek egyik legnagyobb akciósztárja. A harmadik rész bemutatóját követően pedig elérkezettnek láttuk az időt a színész karrierjének áttekintésére. Fáradt vagyok, inkább Csehovot szeretnék csinálni. Így panaszkodott Kianu Reeves, amikor az akcióban bővelkedő Matrix főszerepére kellett volna rábólintania. Végül azzal vették rá, hogy bevállalja a vacsovski testvérek filmjét, hogy majd ráér Csehov drámákban szerepelni, ha öregebb lesz. Ehhez képest az 54 éves színész idén egy újabb akciófilm elérkezett a mozikba. A John Wick harmadik fávonásának fogadtatása bizonyította, hogy a Reeves nevével filmjezett akciófilmes széria bizony nem mutatja az elfáradás jeleit. Bár biztosak vagyunk benne, hogy Csehovi hősként is megállna a helyét, Reeves egyelőre ugyanolyan hatékonysággal küzd meg a rossz fiúkkal, mint a 90-es években, és bár régóta nem készített stúdiófilmet, még mindig állistás sztárként tekintünk rá. A teljesen változatos szerepvállalásai miatt nehéz beskatujázni, mégis van egy karakteres kisugárzása, ami minden szerepét áthatja, és ami miatt sosem tudunk elvonatkoztatni attól, hogy kien Reeves látjuk a vásznon. Jelenleg minden jel arra mutat, hogy egy Reeves reneszánsznak vagyunk tanúi, éppen ezért elérkezetnek láttuk az időt, hogy végigvegyük a sok oldalú színész útját a Bamba Teenagertől a Kutyabarát Bérgyilkosig. Reeves 1964. szeptember 2-án született Beirutban, de nincs emléke a libanoni fővárosról, ugyanis folyamatosan költöztek, először Amerikába, utána Ausztráliába, majd Kanadába. Reeves és a Huga Torontóban nőttek fel, nem éppen mintaértékű családi környezetben. Az apjuk korán elhagyta őket, jelmeztervező édesanyjuk pedig a többszöri újraházasodás közben nem igazán törődött velük. A legfontosabb dolog, ami a kínai Hawaii édesapjától hátra maradt, az a neve. A kianú jelentése Hawaii nyelven hűs szellő a hegyek felett, ami egyébként tökéletesen a színész visszafogott a laza és kellemes megjelenéséhez. Kedvenc hobbi a gyerekként a mozizás volt, ezért hamar eldöntötte, hogy részese akar lenni a Hollywoodi álomnak. Nem várta, hogy szájába repüljön a sült galamb. 15 éves korában már improvizációs órákat vett a torontói Second City társulattól, nem sokkal később pedig 8 órás utakat vezetett le New Yorkig, hogy a megannyi Hollywoodi sztárt kiképző Herbert Berghoff stúdióba járhasson. A befektetett munkának hamar meglett a gyümölcse, és néhány kisebb szerep után 1986-ban egyszerre több mozifilmmel debütált Amerikában, melyek közül a Féktelen folyó című krimi volt a legemlékezetesebb. A veszedelmes viszonyokban belekeveredett Glenn Close és John Malkovich erotikus játszmájába, majd 1989-ben bemutatták karrierjének egyik legfontosabb mérföldkövét, a Bill és Ted zseniális kalandját. A kultikussá váló elborult tini film egyik címszereplőjét játszotta, akit iskolai bukás veszélye fenyeget a legjobb barátjával, Alex Winterrel együtt, ám szerencsére segítséget kapnak egy időgép formájában, így a kis előadásukhoz való felkészüléshez meginterjúvolhatják a történelmi személyeket. Ahhoz képest, hogy üres fejű tiniként ismerte meg a világ, nem a komédiák felé vett irányt a karrierje. A következő évtizedben megszületett Keanu Reeves az akciósztár. Egy interjúban így emlékezett vissza 1991-re. Az volt az egyik legőrültebb évem. Azt hiszem, ez volt a sorrend. Holt pont, otthonom Idaho és Bill és haláli túrája. Ezek a filmek sorban jöttek egymás után. Az említett három alkotás tökéletesen példázza a Reeves karrierjére jellemző sokszínűséget. Catherine Bigelow meglátta benne az akcióhőst és megcsinálta vele a brománcfilmek egyik úttörőjének számító holtpontot, Gus Van Sant pedig rámerte bízni a prostituált fiúkról szóló kőkemény otthonom Idaho egyik fő főszerepét, annak ellenére, hogy ugyanabban az évben eljátszott egy kaszással viaskodó bambakamaszt a billéstet haláli túrájában. A következő években Francis Ford Coppola drakulájában hős szerelmes áldozat bújt, Kenneth Branagh sok hűhó semmiértjében pedig gonosz tevőt alakított, majd főszerepet kapott Bernardo Bertolucci a kis ami a maga idejében nagy siker volt, de a reprezentációs problémái miatt nem öregedett túl jól. Míg a Holt pont a maga idejében nem szólt nagyot és csak utólag vált kultfilmé, az 1994-es féktelenül azonnal akciósztár státuszba repítette a színészt, pedig először nagyon nem akarta elvállalni a szerepet, és csak az ügynöke unszolására ment bele. Emlékszem, amikor olvastam a forgatókönyvet, úgy voltam vele, hogy he? a történet nevetséges. Jan de Bond akciófilmje tényleg elég abszurd koncepcióra épül. Egy terrorista úgy ábosszút az előző tervét megakadályozó rendőrön, hogy bombát helyezel egy buszon, ami akkor robban, ha jármű sebessége 50 mérföld per óra alá csökken. Az előzetes elvárások ellenére a pörgős akciófilm elképesztő kassza siker lett, és Sandra Bullock mellett az egész világ is beleszeretett Reevesbe. Nem véletlen, hogy a Fox Studio azonnal el akarta készíteni a féktelenül folytatását, de másodjára már se Bullock, se a rendező nem tudta meggyőzni a színészt arról, hogy ez jó ötlet lenne. A féktelenül kettő végül Reeves nélkül készült el, aki ezért nagy árat fizetett, ugyanis elmondása szerint 10 évre tiltó listára került a stúdiónál. Szerencsére így is talált munkát, például eljátszhatta egy merész és innovatív akciószifi főszereplő ami a matrix ellentétben nagyon nem talált be a közönségnél. A Johnny Memonik a jövő szökevénye Robert Longo első és egyetlen nagy filmje, melynek forgatókönyvét a Neurománcról elhíresült William Gibson írta a saját novellájából, és egy agyába drótozott memóriatárral rendelkező férfiról szól, aki jó pénzért csempész adatokat a világ egyik pontjából a másikba. Valószínűleg pont Reeves hirtelen jössz okozta a filmvesztét, ugyanis a stúdió a féktelenül sikere után átvette a vágási munkálatokat, és megpróbált az erős szerzői vízióval rendelkezni alkotásból közönségfilmet készíteni, sikertelenül. Szerencsére a rossz tapasztalatok ellenére a féktelen Minnesota és az ördögügyvédje után karrierje csúcsán is hajlandó volt bevállalni a Wachowski testvérek kockázatos produkcióját. Az idén 20 éves Matrixot senkinek nem kell bemutatni, hiszen a virtuális világot és az emberiséget erőforrásként használó robotok a valóságot összekapcsoló Sifi, a műfaj egyik legkiemelkedőbb darabja, ami amellett, hogy az 1999-es év egyik legjobb bevételt hozó filmje lett, a mai Napig érezteti a hatását a popkultúrában. Reeves hiába játszott majdnem száz filmben az elmúlt négy évtizedben, valószínűleg örökre Neo marad a legmeghatározóbb szerepe. Bár a Matrix leginkább a forradalmi technológiával készült akció jelenetei miatt maradt meg a köztudatban, anno a színész a történetbe szeretett bele. A forgatókönyv és az írás volt az első ok, mondta, majd így folytatta. Ahogy a karakterek beszéltek és amit mondtak, imádtam a benne lévő dialógusokat és gondolatokat, nagyon lenyűgözött a történetmesélés. A vacsovszkiek találtak egy módot arra, hogy egyenes útat járjanak be egy nem lineáris történettel. A 2000-es években elkészítette a Matrix egyszerre forgatott és ugyanabban az évben debütáló folytatásait, melyek az elsőnél jóval megosztó fogadtatásban részesültek, majd továbbra is folytatta a műfajok közötti ugrálást. Szerepelt romantikus komédia, például a Minden végzett nehézben, filléres, független filmekben, mint például a Kamera által homályosanban, és romantikus drámákban, mint például a Házatónál címűben. Ebben az évtizedben is sikerült két kassza siker blockbustert letenni az asztalra, a Konstantina Démon és az 1951-es Szifi az Amikor megáll a földet. Mivel egyszerre közvetlen és zárkózott, a rengeteg reflektorfény ellenére is enigmatikus figura maradt. A vele készült interjúkban a riporterek rendszeresen megjegyzik, hogy harapófogóval kell belőle kiszedni a használható válaszokat, de közben híres arról, hogy milyen udvarias és segítőkész a mindennapokban. A színész játékát szintén visszafogottság jellemzi, amit sokan fapofaként és a tehetség hiányaként könyveltek el, mások viszont pont a túlzás nélküliséget értékelik az alakításaiban. Mindenek tetejébe pedig az egész személyét átjárja a melankólia, amihez Szomorú eseményei is hozzájárultak, kezdve a családját hátrahagyó személyes apa börtönbe jutásával és és legjobb legjobb barátja a River Phoenix korai halálával. A legsúlyosabb tragédia pedig a családalapítási kísérletéhez köthető. Egykori barátnője Jennifer Syme 2008 hónapos terhesen vetélt el lányukkal, ami a kapcsolatuk végét jelentette. Syme pedig egy évre rá antidepresszánsok hatása alatt halálos autóbalesetet szenvedett. Ennek ellenére, vagy éppen emiatt alig ha találunk nagy lelkűbb embert Hollywoodban, aki a különböző jótékonysági szervezetek rendszeres anyagi támogatása mellett többek között képes volt úgy módosítani a Matrix folytatásaihoz írt szerződését, hogy a fizetésének egy részét a stáb között osszák el. Harley Davidsonokat vásárolt a film Kaszkadőr csapatának, és kifizette a díszletépítő tartozását, hogy ne lakoltassák ki. Bár az elmúlt évtizedben már kevésbé ontotta magából a kasszasikereket, azért nem tétlenkedéssel töltötte el ezt az időszakot. 2013-ban debütált az első és egyetlen eddig rendezése, a korrekt kritikai fogadtatásban részesülő a Tai Chi harcosa, majd ugyanabban az évben bukott egy hatalmasat a költségvetésű 47 Roninnal. A színész azóta sem forgatott hollywoodi stúdiófilmet, és meglepő módon pont egy papíron zsé kategóriás akciófilmnek tűnő filléres alkotással sikerült újra feltennie magát hollywood térképére.

Ha van olyan film, amit mindenki előre temetett, az a John Wick. A Matrix egykori kaszkadőr operátora Chad Stahelski úgy döntött, hogy filmet rendez egy nyugdíjba vonult bérgyilkosról, aki a kutyája megölése miatt végez több tucatnyi emberrel. Maga Stahelski is elmondta, hogy nem volt túl népszerű az ötlete a producereknél. Van ez a kiöregedett bérgyilkos, akinek a felesége természetes okok miatt halt meg, és adott neki egy kis kutyát, akit egy orosz fenegyerek megöl, ami után ő meg meggyilkol 84 embert. Mit gondolsz, hány stúdió mondott nemet erre a filmre? A válasz az, hogy az ő. Összes. A John Wick így mindössze 20 millió dollárból forgott, és minden elvárás nélkül került be a mozikba 2014-ben, ahol meghódította az átlagnézőket és a kritikusokat egyaránt. A film emlékeztetett mindenkit arra, hogy miért is volt Rivza 90-es évek egyik legnagyobb akciószárja, a színész pedig nem is akármilyen inspirációs forrásokat használt fel. Clint Eastwoodtól az Ószövetségben és Bruce Lee-n át a görög mitológia is hatottak rá a karakter megformálásában. Bár még karrierjének gyengébb korszakaiban sem vesztettük el a hitünket a színészben, valahogy az idén tényleg minden Reevesről szól, kezdve a Matrix 20. évfordulójának ünneplésével. Nem elég, hogy a John Wick 3 sikere még az előző filmekét is felülmúlja, idén kezdi el forgatni Alex Winterrel a Bill és Ted várva várt folytatását, nyáron pedig a szintén hatalmas népszerűségnek örvendő Toy Story 4. részében fogja megszólaltatni az egyik új játékot. Emellett lassan szinte havonta alé lehetőle az egész internet. breathtaking. You're all breathtaking. Legyen szó akár egy hősies kocsiavításról, vagy egy elterelt repülő utasainak szórakoztatásáról, Reeves erőlködés nélkül emlékeztet minket újból és újból arra, hogy ő az egyik legjobb fej Star Hollywoodban. 2019 olyan szempontból is mérföldkőnek számít, hogy idén rendezték meg először Glasgow-ban a Kianukon nevű filmfesztivált, amin a színész legjobb filmjeit vetítették két napon keresztül. Reeves a John Wick filmek folytatásaival kapcsolatban korábban elmondta, hogy simán bevállal még több filmet. Addig, amíg bírják a lábaim, addig, amíg a közönség is akarja, jelentette ki. Az a napnál is világosabb, hogy a nézők még egy jó darabig nem fognak ráunni a folyamatos megújulásra képes színészre, úgyhogy ez nem fog gátat vetni az akciófilm sorozatnak. Ha pedig már fizikailag nem bírja tovább a sok gyilkolást, akkor még mindig ott van rengeteg Csehov dráma, amik közül kedvére válogathat. Wait the f up, samurai! We have a city to burn! Ez lenne hát Keanu Reeves rövid portréja. Nektek melyik a kedvenc alakításotok a színésztől? Írjátok meg kommentben, és ha tetszett a videó, akkor csekkoljátok a Tom hardy szóló összeállításunkat, és a Matrix 20. évfordulójára készült videónkat. No meg, iratkozzatok fel ránk! Sziasztok!